Lezárult a Magyar Ifjúsági Értekezlet Rólad szól elnevezésű konzultációs karavánja. Ennek keretében 30 erdélyi település 2000 magyar fiatalja fogalmazta meg véleményét a közéleti kérdésekkel kapcsolatban. A szervezők ma részleges eredményeket ismertettek. Ilyen táblagépen kitölthető kérdőívekkel és interaktív beszélgetésekkel mérték fel, hogy hogyan viszonyulnak a fiatalok különféle aktuális kérdésekhez. Erdély nagyobb magyar lakta településeit keresték fel. A középiskolások esetében a tantervet is érintő kérdésekről, a fiatal munkavállalók esetében az itthon maradás és elvándorlás miértjeiről is beszélgettek. Ezeket az eredményeket, amiket kaptunk tőlük, visszajelzéseket, abszolút pozitívan értékeljük. Nem igaz az, hogy a fiatalokat nem érdekli a közélet, nem igaz az, hogy a fiatalok nem akarnak beleszólni a dolgok alakulásába. Meggyőződésem és újra visszaigazolta azt a határozott véleményemet, hogy igenis a fiatalok bele akarnak szólni a dolgok alakulásába. Kivándorlással foglalkozó kérdéskör esetében a szervezők szerint a részleges eredmények azt mutatják, hogy a fiatalokat bár foglalkoztatja a kérdés, többségében nem szeretnének kivándorolni, illetve látnak megoldást ennek a megakadályozására. A fiatalok nagyobb része, döntő többsége itthon képzeli el a jövőjét a szülőföldjén, illetve a középiskolások esetében a tantervről konzultáltunk, illetve a tantervről kérdeztük őket részletesebben. Ott is látszik, hogy 90%-a a fiataloknak csökkenteni a tanórák számát. A konzultáció végleges eredményei egy hónapon belül várhatóak, ezeket a döntéshozók asztalára is el szeretnék juttatni. Amiért szerint itt sokkal többet tudnak tenni az ifjúság érdekében, és azokra a dolgokra fókuszálhatnak, amelyek a fiatalok számára valóban fontosak.